Ugye önt a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki nem olyan régen. Mit szól ehhez az elismeréshez, illetve számított-e erre? Számítani nem számítottam rá, de megtiszteltetésnek tartottam, meg jelenleg is annak tartom, és örülök neki. Mit jelent önnek egyébként ez a díj? Sokat jelent, az eddigi munkámnak az elismeréseként fogom fel. Ugye az egész életét a mezőgazdaságban töltött el. Mikor kezdődött az ez irányú érdeklődése? Kérem, meséljen egy picikét az iskolás éveiről. 1961. szeptember 1-ével kezdődött, mert akkor kezdtük a technikumot az Orosházi Kossuth Lajos mezőgazdasági technikumba. Előtte is érdekelt a mezőgazdaság természetesen, a szülői háztól is örököltem, vagy a szülőtől is a mezőgazdaság iránti érdeklődést. Az iskolai évek azok nagyon szépek voltak természetesen a technikumban. Egy komoly iskoláról van szó, legalábbis mi annak tartottuk. Nagyon jó oktatóink voltak, és igen szigorú feltételek mellett kellett a tananyagot elsajátítani. Most egy kicsit már lazábbak az oktatási intézményekben. Nálunk még komoly fegyelem volt. Hogyan kezdődött a szakmai pályafutása? A gyakornok voltam az Orosházi Vörös Csillag TSZ-be, utána katonaság, utána a Felsőnyomási Állami Gazdaság, ami később Békés Csabai Állami Gazdaság lett, utána a szomszédos Vörös Csillag TSZ-be telegerendáson folytattam, azután a Békés megyei Földművelési Hivatal, aztán a Békés megyei MGSH-n. De hát a hivatal, mint az MGSH gyakorlatilag majdnem egy helyen volt. Tehát előtt, amit mondtam, a szövetkezet is Vörös Csillag volt, utána a Földművelők Szövetkezete lett, mert ugye 92-ben átalakulási kötelezettség volt. Munkája során főként milyen feladatokat látott el? Állattenyésztő voltam hosszú ideig, állattenyésztéssel, takarmánygazdálkodással foglalkoztam, utána pedig szövetkezetnek voltam a vezetője. Mit tudnak kiemelni, mint az, amit a leginkább szeretett egyébként a hivatásában, és mi volt a legnagyobb nehézség, amit meg tudná említeni? Hál' Istennek olyan túl nagy nehézség nem volt, mivel szerettem a szakmámat, így meg jelenleg is szeretem, meg művelem is, amennyire lehetőség van. Tehát amit szerettem, magát az állattenyésztést, és nem utolsó sorban az emberekkel való közvetlen foglalkoztatást. Ugye a nyugdíjas évei alatt is több az ágazathoz kapcsolódó feladatot vállalt. Kérem, meséljen erről is. Jelenleg, illetve hát amikortól nyugdíjba mentem, a kamara mellett, vagy a kamarának a TAB-nak rövidített bizottságának voltam az elnöke, a Települési Agrárgazdasági Bizottság. Ez két cikluson keresztül, utána pedig jelenleg tagja vagyok ennek is, és egyéb kamarai munkát is végzek. Egyébként a községben 20 évig voltam testületi tag, vagy képviselő, akkor képviselőnek meg jelenleg is képviselőnek hívják. Tehát... Van esetleg valamilyen hobbija, vagy mivel szereti tölteni a szabad idejét, már hogyha marad? Nem sok marad. Mindenki azt hiszi, hogy a nyugdíjasnak milyen sok szabad ideje van. Ez nem igaz. Tehát a szakmához most is ragaszkodom és foglalkozom vele. Kertes házban lakunk, az pedig a kertnek a művel, elég nagy kertünk van, 1200 négyzetméteres, komoly elfoglaltságot ad. Azt elhiszem. Nagyon szépen köszönöm.